Köszöntöm Önöket, Kocsisán Brigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora. A világűrben és az emberi testben is kalandozunk ma. Mutatom a részleteket. Internet of Things. Három egyetem közös projektben kutatja az IoT eszközök biztonságát. Smog 1. Sikeresen pályára állt és működik a magyar kisműhold. Antibiotikumok. A Klinikalan mai részéből megtudhatják, miért fontos az óvatosság. Apró sikerek, elképesztő víziók. A magánszektor is kellett a Mars kutatások felpörgetéséhez. Fél idejénél tart az IoT rendszerek biztonsági kockázatait csökkentő 2018-ban indult projekt, amelyben a Budapesti Műszaki Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem kutatói dolgoznak közösen. A cél új biztonsági megoldások kutatása és fejlesztése, annak érdekében, hogy okos otthonaink, okos városaink és okos közlekedési rendszereink ne válhassanak masszív megfigyelési platformokká. Az internet ma már több beágyazott eszközt köt össze, mint hagyományos PC-t és szervert. A beágyazott eszközökkel kiterjesztett internetet nevezzük Internet of Things-nek, vagy röviden IoT-nek. Ezek, mivel hálózatba vannak kapcsolva, egymással képesek kommunikálni, és ezek a rendszerek adják az alapját az okos otthonoknak, okos városoknak és okos gyáraknak is. A rendszerek védelme kiemelten fontos, hiszen kibertámadás érheti őket. Az akciófilmekben számtalan ilyen kibertámadást láthatunk. Néha túlzóak, de mégsem állnak olyan messze a valóságtól, mondja a BME Crisis adat- és rendszerbiztonság laboratórium vezetője. Egészen fantasztikus támadások történtek a valós életben is. Például ipari létesítmények ellen történt nagyon híres támadás még 2010-ben, Stuxnet nevű kártékony kód, egy vírus, egy számítógépes vírus lényegében megfertőzött számítógépeket egy gyáron belül, és ott fizikailag tönkrementek az ott működő berendezések. Aztán voltak támadások járművek ellen, még nem önvezető autók ellen, hanem normál autók ellen, de menet közben ugye a támadók átvették az uralmat az autó fölött, és leállították a motort. Ezzel egyből elment ugye a szervókormány, a szervófék, elképzelhetjük, hogy ez könnyen balesetté fajuló szituációt idézett elő az autóban. És aztán nem annyira régen az eddigi legnagyobb úgynevezett denial of service támadást, azt ilyen beágyazott eszközökről indították. Webkamerákat, wifi routereket fertőztek meg a támadók, ebből egy hatalmas botnetet építettek. Az azt jelenti, hogy ők vezérelték ezeket az eszközöket távolról, és aztán ez a sok százezer fertőzött kis beágyazott eszköz elkezdett forgalmat, adatot küldeni az interneten található bizonyos szolgáltatásoknak, és lebénította azokat a szolgáltatásokat. A Crisis Laboratórium ezeknek a rendszereknek a védelmére specializálódott. Lényegében ezek számítógépek, amiket meg kell óvnunk a külső behatásoktól, tehát itt is előfordulhat például vírusvédelem, vagy vírusoknak a detekciója. A támadások sokszor abból fakadnak, hogy ezeken az eszközökön futó szoftverek hibásak, hogy például a projektben foglalkozunk hibakereséssel is, szoftverhibáknak a felderítésével, illetve predikciójával. Vannak ugye kriptográfiai megoldások, például a kommunikáció biztonságos átételére, vagy például arra, hogy a különböző szoftverkomponensek, amik ezeken a kis beágyazott eszközökön futnak, azok hitelesek legyenek, ezért digitálisan aláírva kell ezeket feltölteni ezekre az eszközökre is, akkor indulnak csak el, hogyha az aláírásuk helyes. A Műegyetem a Szegedi Tudományegyetemmel és a Debreceni Egyetemmel együttműködve dolgozik a kibervédelem megoldásain. A gyalkalmazásnak a védelme az a tervezési fázisnak a legeslegelején kezdődik, amikor is nem csak azt kell végig gondolnunk, hogy a felhasználók számára milyen funkcionalitást kellene megvalósítania egy-egy alkalmazásnak, hanem azt is figyelembe kell vennünk, hogy hányféleképpen tud rosszul működni az alkalmazás.
Ennek vannak szabványosított metodológiái, hogy ezt a végiggondolást, ezt milyen folyamatként érdemes csinálni, és ezek alapján össze tudjuk gyűjteni nem csak a funkcionális követelményeket, hanem az úgynevezett biztonsági követelményeket is. És akkor olyan alkalmazásokat tudunk fejleszteni, amik nem csak jól működnek, hanem helyesen is működnek a felhasználóik számára, és nem lehet őket rossz indulatúan kihasználni. A SETIT projekt adta a motivációt arra, hogy közös BME-STL csapat induljon a Nemzetközi Kriptográfiai Olimpián, ahol első helyezést értek el a professzionális kategóriában. 2 éven keresztül csak szemeztünk ezzel a versennyel, nézegettük a korábbi évek feladatait, és aztán most az elmúlt évben, 2020 őszén szántuk rá magunkat arra, hogy egy csapatot alkotva, 2 szegedi kollégával egy csapatot alkotva elinduljunk ezen a versenyen. A verseny online kerül megrendezésre, 2 fordulóból áll, van egy 4 óra hosszás forduló, ami egyéni kategória, és van egy 1 hetes forduló, ahol 10 kitűzött feladatot kell megoldani. A feladatok különböző nehézségi fokúak, és mondom, a elméleti matematikától az informatikáig széles spektrumot fednek le. Jól indult a verseny, az első 2 nap alatt a kitűzött 10 feladatból már 3-at sikerült megoldanunk, és ez adott egy olyan lendületet, hogy aztán utána még megdupláztuk az erőfeszítéseinket, és a 10-ből 9 feladatra tudtunk végül értékeltő megoldást benyújtani. A jövő megoldásaira és az informatika fejlődésére tehát a kiberbiztonságnak is fel kell készülnie, hogy a technológiai megoldások biztonságosan válhassanak életünk részévé. Ismét hatalmasat szól a legkisebb. A műholdak méretének radikális csökkentését korábban igencsak meghökkentőnek gondolták. Mára azonban minden kétséget eloszlat a sikeresen pályára állt magyar kisműhold, a SMOG-1. március 22-én a Bajkonúri űrközpontból elrajtolt az orosz Szojusz 2.1-es hordozó rakéta. Innentől kezdve még 2 napot kellett várni, amíg az olasz Unisat 7 műhold elindította útjára a SMOG-1-et, egy automatizált kioldó szerkezet segítségével 5 másik kis műhold társaságában. A 4. magyar műhold első jeleinek érzékeléséig elképesztő izgalmakon át vezetett az út. Például azért, mert az indítás több hónapos halasztása miatt sokat veszített az akkumulátor a töltöttségéből. Ott ült SMOG-1 benne a nagy műholdban, és vártuk, hogy valaki kinyissa az ajtót. És akkor ment a levelezés az olaszokkal, fét fiúk, hát mi újság, és mondták, hogy türelem, valóban pillanatnyilag nem tudjuk kinyitni az ajtót. És akkor ez így ment majdnem 24 óráig, és nem tudtuk végül is, hogy mi lesz, szegény SMOG-1 ott ült bent, ugye itt már az is felmerült, hogy nincs valószínű, nem sikerült normális üzembe hozni a műholdat. Féltünk, hogy nagyon lehűl. Ha lehűl, akkor vége az akkumulátorunknak. Na végül is 24 óra várakozás után kinyitották az ajtót, akkor jött az újabb izgalom, mert ugye kimerült az akkumulátor. Akkor várni kellett legalább 2-3 pályát a napon, amíg föltöltött az akkumulátorát, ki tudta nyitni az antennáit, és onnantól kezdve kezdődött a lehetőség, hogy fölvegyük fel a kapcsolatot. Ez szinte ugrásszerűen teljesült. A SMOG-1 útját világszerte, így Japántól Hollandián át egészen Chiléig rádióamatőrök is követik. Ezen a műszerfalon pedig naponta több alkalommal is frissülnek az adatok, és bárki leolvashatja róla a műhold különböző egységeinek az állapotát. A SMOG-1 elsődleges küldetése a Föld körüli térség elektromágneses szennyezettségének vizsgálata. Elődjétől, a SMOG-P-től eltérően azonban a magasabb frekvenciákra koncentrál, figyelembe véve az 5G hálózat kiépítését. Be kell vallom, hogy ez nagyon nehéz elhitetnünk, tehát olyan furcsa helyzetbe jutottunk, hogy mi mérjük az elektroszmogot, és csak visszakérdezett a profi világ, hogy miért mérjük. És akkor hiába bizonygattuk, még most is áll tulajdonképpen a harc ilyen szempontból, hogy a legegyszerűbben felfogható a fényszennyezés. Ugye a fényszennyezéssel is miskösködünk. Ez is ennek egy formája. A válasz ilyenkor az, hogy addig nem izgalmas, amíg nem zavar más szolgáltatásokat. Az antennák megválasztásánál nem alapvető szempont, hogy vajon mennyire nem szökik ki a világűrbe, elmegy a világűrbe, elfér. Tehát ezeket szeretnénk megmutatni és felhívni a figyelmet arra, hogy a jövőben ezekre a tervezésekre nagyobb gondot kell fordítani. A
kozmikus sugárzás olyan állapotot idézhet elő, mint amikor a számítógépünk egyszer csak fogja magát és újraindul. Ennek a kivédése volt az egyik legnagyobb kihívás a fejlesztők számára. Ami a napból ered döntően, és az onnan érkező részecskék döntően elektronok, mikor egy nagyobb nagy kitörés van, úgy megrúgják a környezetét, ha úgy tetszik, amiben ő őrült sebességgel rohan, hogy egyszerűen állapotot váltanak a fönt lévő szerkezeteink. Ezért mellé tettünk egy olyan mérést is, ami azt figyeli és integrálja, mint egy figyelve nézi, hogy ténylegesen milyen dózist kaptunk, hogy egy következő tervezésnél már tudjunk erre gondolni, és jobban odafigyelve, hogy hogy tervezzük meg a védelmet. Vagy mindenből duplikált rendszerünk van, éppen azért, ha ilyen effektus bekövetkezik, akkor tudjon egy másikra átkapcsolni. Tehát ez a másik dolog, és amivel úgy érzem, hogy megint világelsők vagyunk, de nem nagyon ugrálunk vele, mert nem tudjuk, hogy vajon bejön-e, az a lassítás. Az 5x5 cm-es élvastagságú műhold 28.000 km/h sebességgel halad, mintegy 500 km magasságban, napszinkron pályán. A csapat tagjai mindent elkövetnek, hogy a kis műholdból ne legyen űrszemét. Ezért is építettek az oldalapok belső falába egy speciális mágneses anyagot. Egy mágnesnek az átmágnesezéséhez mindig energia kell. Tehát az, hogy fölcserél a pólusokat, be kell avatkoznom kintről. Na most ez a kintről beavatkozó tér, ez a föld mágneses tere. Tehát mi azt mondjuk, hogy benn vannak ezek a lemezek valamilyen mágneses beállítottságúval. Mikor rohannak a mágneses térben és bukdácson ráadásul, akkor ezeket mindig át kell mágnesezni. Honnan veszi az energiáját? Hát a mozgási energiából. Ha elvette, akkor azt jelenti, hogy ő lassulni fog. Ha lassulni fog, akkor egyre kezelebb, lejjebb jön, és abba bízunk, hogy ez felgyorsítja annyira, hogy lehetőleg 4-5 év alatt eljussunk oda, hogy elég ilyen. Tehát ez egy ilyen hátsó kísérlet, ilyet még nem csinált senki, hát mi megpróbáljuk ezt. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen évtizedek óta folyik űrkutatáshoz, űrtechnológiához kapcsolódó tevékenység. Ráadásul a Műegyetem fejlesztői csapata magáénak tudhatja a legtöbb sikeres zsebműhold kategóriájú küldetést. Hamarosan pedig elindítják az űrmérnök képzést. Ha valaki egy űrmérnökként végez, egyáltalán nem biztos, hogy ő a Marsra fog szerkezetet csinálni. De ha leültetik, hogy csinálja meg egy autónak valamelyik részét, ami egy ilyen szempontból önhordó, az számára egy kisebb feladatot jelent, mint amit megtanult. Tehát egy komplex rendszer tervezést. Olyan tervezést tanul meg, ami ember által nem korrigálható környezetben van. Tehát a világűr ugye olyan, hogy nem, megcsináltam, nem tudok utána nyúlni, hogy hoppá, ezt elszúrtam. És ha ő ezt megtanulja, akkor teljesen mindegy, hogy milyen mérnöki feladatot kap. Egy szemléletet fog magával vinni, hogy egy összetett rendszert tanultam meg, és ezt tudom alkalmazni. A SMOG projekt vezetője elárulta, hogy már tervben van a folytatás, és a jövőben még inkább a mérnöki kihívások megoldására helyezik a hangsúlyt. Addig is a SMOG egy szorgalmasan szállítja az adatokat óriási teljesítménnyel a legkisebbek között. Intelligens és esztétikus designer kutyaház, gesztusvezérlős egyedi anyagkísérlet alapján született lámpa, szájjal fújt, mégis tömeggyártásra is alkalmas üvegbúrás lámpa, és kifejezetten home office munkára létrehozott ülő garnitúra. Csak néhány olyan innovatív, nemzetközi színvonalú, magas minőségű, fenntarthatósági szempontból is kiemelkedő termék, amely a Magyar Divat és Design Ügynökség 6 hónapos Design Lab elnevezésű inkubációs programja alatt született. A pályázat kifejezett célja, hogy együttműködésre biztassa a hazai gyártókat és a fiatal magyar tervezőket. Közel 40 széria érett termék készült el, tehát 7 páros nyerte el a támogatási összeget, és ebből született ez a 40 termék. Hihetetlen jó projektekkel zártuk ezt az első etapot, és itt kifejezetten szeretném kiemelni, hogy itt széria érett termékekről beszélünk, tehát hogy az is egy kitétele volt a pályázatnak, hogy itt sorozatgyártható széria érett termékek készüljenek, ugyanis azért célunk az, hogy a jövőben ezek nemzetközi szintre is kerüljenek, és utána a gyártásnál ne legyen probléma, hanem könnyen, nagy mennyiségben gyártható termékek szülessenek ezután. Pont ez a lényeg ennek a lehetőségnek, hogy felnyissuk arra a gyártók figyelmét és szemét, hogy mennyi lehetőség van a fiatal tehetségekben. Úgyhogy
hihetetlen büszkék vagyunk erre a programra. A nagy sikerű első etap után a pályázatot újra meghirdették, melyre 2021. június 13-áig várják a tervezőgyártó párosok jelentkezését. További részletek és jelentkezés a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség honlapján, a www.hfda.hu oldalon. Mi történik az antibiotikumok hatására a szervezetünkben? Mik azok a rezisztens baktériumok, és miért problémás, ha feleslegesen szedünk be antibiotikumot? A Semmelweis Egyetem animációs sorozatának mai részéből ezekre a kérdésekre is választ kapunk. A legismertebb antibiotikumot, a penicillint 1928-ban fedezte fel Alexander Fleming. Ennek a gyógyszernek köszönhető, hogy ma már sokkal kevesebben halnak meg bakteriális fertőzésekben, mint 100 éve. Az antibiotikumok működési elve nagyon egyszerű. A szervezetbe jutva szőnyegbombázásszerűen elpusztítják az útjukba kerülő baktériumokat, végül az immunrendszer is beáll a küzdelembe, és közösen gyógyítják meg a szervezetet. A 40-es évektől sorozatgyártással kerülő antibiotikumnak köszönhetően ma számos korábban halálosnak számító betegséget tudunk kezelni. Azonban az antibiotikumok nem válogatnak és kiirtják az emésztőrendszerünkben található jótékony baktériumokat is. Ezzel jelentősen legyengítik a bélflórát. Ilyenkor a gyógyszer mellé 4-6 óra elteltével probiotikumot is érdemes szednünk, ami a szervezet számára jótékony baktériumokat tartalmaz és visszaépíti a természetes bélflórát. Az antibiotikumok elterjedése egy másik nem várt, jóval nagyobb veszélyt is rejt magában. Az antibiotikumnak ellenálló úgynevezett rezisztens, sőt a csaknem kiirthatatlan multirezisztens baktériumok kialakulását. Miközben egyre több antibiotikumot szed az emberiség, a baktériumok egyre kevésbé érzékenyek rájuk. Így már nem pusztulnak el a korábban hatásos gyógyszerektől, hanem tovább szaporodnak, egyre erősebbé válva. Mivel a baktériumok szaporodása gyors folyamat, nagyon hamar ki tudnak alakulni olyan rezisztens baktériumok, amelyek már szinte semmilyen antibiotikumra nem érzékenyek. Csak Európában több mint 30 ezeren halnak meg évente gyógyszereknek ellenálló fertőzések miatt. Így napjaink egyik legnagyobb orvostudományi kihívása az, hogy megoldást találjunk a baktériumok multirezisztenciájára. Addig is az antibiotikumok hatékonyságának megőrzése mindannyiunk felelőssége. Az EU és a WHO is kidolgozott stratégiákat a rezisztencia terjedésének visszaszorítására, mégis a legtöbbet mi magunk tehetünk ellene. A legfontosabb, hogy mielőtt antibiotikum kúrába kezdünk, mindig konzultáljunk házi orvosunkkal. Az antibiotikum kúra vírusos fertőzés ellen hasztalan, ezért ne várjuk, hogy az orvosunk például egyszerű nátha esetén is ilyet írjon fel. Ha viszont egyszer egy kúrát elkezdtünk, mindenképp csináljuk végig, akkor is, ha a tünetek már elmúltak. A lerövidített kezeléssel pont az ellenálló baktériumok szaporodását és a rezisztencia kialakulását segítjük elő. Ugyanezért nem szabad maradék vagy mástól kapott, esetleg másfajta fertőzésre szánt antibiotikumot sem beszedni. A rezisztens baktériumok terjedése odáig vezethet, hogy az emberiségnek kiirthatatlan szuperbaktériumokkal kell szembenéznie. Ha ez megtörténik, tulajdonképpen visszatérünk az antibiotikum előtti korba, és veszélybe kerülhet nem csak a szervátültetés vagy a kemoterápia, de egy egyszerű sebfertőzésbe is könnyen belehalhatunk. De talán nincs minden veszve. Úgy tűnik, hogy egy különleges génmanipulációs eljárás, a CRISPR, megoldást jelenthet a multirezisztens baktériumok ellen. Ezt a módszert már a tudomány számos területén alkalmazzák. Addig is óvatosan az antibiotikumokkal. Számtalan hír lát napvilágot a Mars bolygó felfedezésének újabb állomásairól. Mindez egyszerre lenyűgöző és egy kissé nehezen is értelmezhető. Ezért következő összeállításunkban annak járunk utána, hogy miért van ekkora fókusz egy ilyen lehetetlennek tűnő vállalkozáson. Mars
Mára biztosan állítható, hogy a Föld erőforrás készlete akkor is véges, ha egyre szélesebb körben törekszik rá az emberiség, hogy a nyersanyagok egy részét visszaforgassuk. Kis László, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont vezetője úgy fogalmaz, a fenntartható gazdaság vízió, és ha az ember nem pusztítja ki magát előtte, akkor előbb vagy utóbb egyszerűen elfogy a Föld. A Föld erőforrásai, még ha ki is bővítjük mondjuk a naprendszeri erőforrásokkal, mondjuk kozmikus bányászat, kisbolygók, más bolygókról, ugye mit tudom én, a Szaturnusz Titán holdján sokkal több szénhidrogén van, mint a Föld összes szénhidrogén készlete. Csak most még nincs gazdaságos technológiánk a kiaknázáshoz. Szóval a lényeg az, hogyha az egész naprendszernek megnézzük az összerőforrását, előbb-utóbb ezt egy folyamatosan növekedő és folyamatosan egyre több erőforrást felhasználó emberi civilizáció előbb-utóbb elhasználja. Előre láthatólag néhány ezer évig még kitartanak a Föld nyersanyagkészletei. Azonban az utánpótlás mindössze egy motiváció a Mars kutatásra, ami ahhoz hasonló, mint 60 éve a Holdra jutás volt. Azaz technológiai demonstráció, ami mellett ne felejtsük el, hogy a vörös bolygó tudományos szempontból is érdekes. Ha van égitest a naprendszerben, ami a múltjában legalábbis hasonlított igazából a Földre, akkor az a Mars. Tehát, hogyha azt akarjuk megnézni például, hogy az élet az kialakulhat-e máshol is, kialakulhatott-e a múltban a Marson, akkor oda kell menni, és ott jó megnézni a dolgokat, megkapirgálni a felszínt, bemenni a felszín alá. Ugye a Mars déli pólussapkája alatt vannak most is folyékony vízű tavak, de jó lenne tudni, hogy abban mi van. De jó lenne tudni, hogy abban a bacik élnek-e, mert jelenleg a tudomány semmit nem tud egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdésről, hogy mi az élet kialakulási valószínűsége az univerzumban. A tudomány mai állása szerint a Föld mindössze egy pont a világegyetemben, amiből az élet kialakulásának valószínűségét nem lehet megmondani. A Mars vizsgálata erről a kérdésről jelentős statisztikát adhat. Ezért is dolgozik napjainkban a vörösbolygó felszínén a felvételen látható Marsjáró és a Mars helikopter. A kis autó, ami oda ment, majd úgy körülbelül olyan 8-9 hónap múlva fog eljutni a, mit tudom én, 2 kilométerre levő egyik fontos célpontjához, ami pár milliárd évvel ezelőtt egy folyótorkolat volt, egy ilyen agyagos terület, ahol ha valaha ott volt valami kis mikrobiális élet, akkor annak a finom kémiai összetétel vizsgálat, annak az agyagnak ezt kimutathatja. Nagyon örülünk, hogy vannak önvezető autók, és ugye a Marson perdef önvezető autók vannak, hiszen a fényidő távolság az nem a Föld-Hold 1,3 másodperce, hanem most jelenleg több mint 15 perc. Tehát ott nincs az, hogy akkor én innen a Földről irányítom, na most akkor elmegyek ahhoz a sziklához. Nem. A szépen ki kell találni, meg a virtuális valóságot fölépíteni itt a Földön, a képek alapján, és akkor kitalálni, hogy merre menjen, és akkor megakad a sziklába, ja Istenem, mi történt? 3 hétig egy bizottság ülésezik, hogy most akkor előre menjünk 2-t, vagy jobbra 3-at. Miközben az űrhajós szépen oda sétálna. A kutató szerint az emberi gondolkodást, kíváncsiságot és kreativitást a technológia vívmányai nem írják felül, ezért is óriási erőfeszítések történnek az emberes utazás irányába. Noha ma még elképesztő akadályok hárulnak ezelé. Nincs légkör, nincs mágneses tér, a sugárzások veszélyesek, mindenképpen szkafanderbe kell járni. A legtöbb realisztikus vízió arról szól, hogy be kell menni a felszín alá, ilyen marsi barlangokat kell benépesíteni, és akkor ott lehet hosszabb távon is. Nagyon népszerű a Marsi Mentőexpedíció című film, egy ilyen sátorban lakott Matt Damon, ugye az nettó marhasság, az úgy biztosan nem működne, ahogy abban a filmben meg volt. Egyelőre úgy tűnik, hogy minél többet tudunk a Marsról, annál messzebbre tolódik az ember első lépése a felszínén. Lehetnek majd ilyen nagy kísérletek, hogy akkor elmegy 7 ember, meg 8, meg 10, és akkor visszajön, aztán vagy megutálják egymást egy életre, vagy nem, de amíg nincs teljesen fundamentálisan új rakétahajtó technikánk, amíg ez a mostani klasszikus kémiai reakciókon alapuló meghajtás működik, amivel
6-8 hónapig tart a Marsig eljutni, addig nem lesz igazi áttörést. Ezért is van óriási jelentősége a magánkézben lévő az űr meghódítását célú kitűző gigavállalkozásoknak, mint amilyen a SpaceX is. Utóbbi ugyanis óriási anyagi ráfordítással és a Mars meghódításának céljával egyre magasabbra tör. Mindenről következő adásunkban hallhatnak részleteket. Mai műsorunk véget ért, de remélem, hogy a jövő héten is találkozunk, amikor kiderül, hogy mit értünk akvapóniás növények alatt. Adásainkat addig is visszanézhetik a közmédia videótárában a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Érdemes a Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol további tudományos érdekességekkel várjuk Önöket. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alap támogatásával.